Köszöntöm a kedves nézőket, Süle Lajos, Igali plébános vagyok, és a következő percekben az Igalhoz tartozó Büssi Szent Háromság templomot szeretnénk bemutatni. Két műemlék jellegű épülete van, illetve nem műemlék jellegű, hanem országos védettségű műemlék épülete van a településnek, a református, illetve a katolikus templom. A régmúlt időben még a századfordulón fele-fele arányban voltak katolikusok és reformátusok a településen. Nagyon sok gyerek van egyébként a településen. A 0-18 éves korúak száma 162. Templomot a Gyulai Gál család építette még a 1780-as évek körül. A templommal szemben állt a kastély. A kastély szintén a Gyulai Gál családé volt. Környéken több helyen is volt egyébként a Gyulai Gál családnak birtoka. Ők voltak a földbirtokosai a településnek. Települése, ugyan a polgármester úr is elmondta, 12-13. Században nyúlik vissza, Bese, illetve Bőse helységről tudnak a történészek. A mai településtől északnyugatra feküdt Béc település, ez volt Büssi őse. 1514-ben elpusztult a település, 1729-től a Gyulai Gál családnak a birtoka, és ők építették ezt a mai templomot, amiben most vagyunk, 1764-ben. A történet szerint a belső berendezés a pécsi pálos kolostorból való, és a templom, mint említettük, volt Szent Háromság tiszteletére épült. Ami nagyon értékes a templomban, a Dorfmeister freskók. Dorfmeister István festette a freskókat, a szentélyben sajnos tönkrement ez a freskó részlet, mert ugye a több évtizedes beázás után ugye elpusztult, illetve hát a hajóban még látszik ennek a freskónak a szépsége. Jobbra-balra ugye a négy evangélista látható, ezeknek a tatarozás vagy rekonstruálása arra nagyon nagy szükség lenne. Általában itt egy hónapban egyszer tartunk szentmisét, hívek azért jönnek, és a karácsony, illetve a húsvétot még közösen mindig megünnepeljük. Tehát ahol most vagyunk, itt nincsen kripta, hanem külön építettek a templom mellé egy kriptát a Gyulai Gál család. Ide ilyen emléktáblákat helyeztek körbe, amik ugye a 1700-as, tehát miután megépült a templom, attól elkezdve meghaltaknak állítottak emléket. Elég sok felirat van, és látszik a családnak a kiterjedt rokonsága, ugye itten Kronensteinné, Báró, Schönborn, Oswaldnétől elkezdve mindenféle család megtalálható itt.